Korán keltek vasárnap délelőtt a gyerekek, hogy részt vehessenek Kovácsovics Fruzsina koncertjén. Évek óta hagyomány, hogy valamelyik adventi hétvégén Nyíregyházára látogat a fiatal énekesnő. Korábban egy tehetségkutatóban tűnt fel, pár évvel ezelőtt azonban váltott és elkezdett gyerekdalokat írni. Én egészen kicsi koromtól kezdve szerettem volna énekesnő lenni, szóval azt gondolom, hogy ezért így a legtöbb kislány életében egyszer legalább előjön, hogy én énekesnő leszek, vagy én színésznő leszek, de én azért viszonylag hosszú ideig kötöttem az evet a karóhoz, hogy én már pedig énekesnő leszek. A friss hóeséstől igazán karácsonyi hangulat uralkodott el Nyíregyháza belvárosában. Ezt fokozta, hogy a délután sztár fellépője az a Vastag Tamás volt, aki már nem először áll nyíregyházi színpadon. Most viszont a saját dalok mellett karácsonyi slágerek is megszólaltak. Nyíregyházára mindig olyan jönni, mintha az ember haza járna. Egyrészt a közönség szeretete és kedvessége miatt, másrészt pedig azért, mert valóban nem az az első alkalom, és már azért is sokszor voltam itt, hogy énekléssel kezdtem volna el foglalkozni. A bátyámnak régi jó barátja Mészáros Sárpád Zsolt, aki Nyíregyháza szülötte, és sokat van itt, és sokat dolgozik itt, és sokat jöttünk el mi is meglátogatni. De ezen kívül egyébként a civil, magánprivát életben is sokat járok erre. A nyíregyházi állatkertet a családdal már nagyon sokszor láttuk, úgyhogy tényleg egyébként sokat járunk erre. A fellépőkkel készült hosszabb interjút és a műsorokban részleteket láthatnak a pénteki Weekend című műsorunkban.